Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk a WWE 2K22-s HCV-s Universe Mode-ban a tűzvonal gálán. Ráadásul ugyebár íme a venue, és akkor az első mérkőzésünk rögtön a táskája fog zajlani, amit ugye ebben a Universe módban bármelyik övre be lehet váltani, tehát a Universe, tehát a Revolution-re is, meg a HCV bajnoki övre is. Ugye érkezik a kihívó Maverick. A Reptile megtörhetetlen. Ugye közte és Rufus Garfield között, aki ugye most a táska tulajdonosa, már régóta megy. Vagy hát nem régóta, hanem inkább így a 7. évadtól megy gyakorlatilag a rivalizálás. Ugye eddig Mavericknek nem igazán jöttek össze a dolgok ebben az univerzumban, még pedig Rufusnak sokkal inkább. De most ezen a hüllő fordíthat. De hát akkor most érkezzen a gyíkember ellenfele, Iva Kolaszki kíséretében az Etalon maga, és ugye hát a táska tulajdonosa ezzel együtt, Rufus Goldfeet itt is van, magasba emeli a táskát, ugye ott van Iva Kolaszki is a háttérben. Ezt már megszokhattuk. Na hát lássuk, hogy Rufus Goldfeet meg tudja védeni táskát, amit ugye itt ebben az univerzumban bármelyik övre be lehet váltani, tehát a Revolutionre is, illetve a HCV övre is akár, vagy övmesre is akár. Ugyebár azért Rufus Goldfeet a táska tulajdonosa, mert ez egy alternatív univerzum, tehát itt mások a sztorik, máshogy vannak építve a birkózók, mások a bajnokok. No tehát Rufus Goldfeet is az igazi férfi, legalábbis annak tartja magát a ringben. Tehát Maverick kontra Rufus Goldfeet itt. A tűzvonal nyitó mérkőzésében megszólal a gong és Rufustól a csop, de most Mavericktől jön vissza a punch. Rufus jönne még egy csop, de aztán Maverick hárítja, és most Maverick a Reptile beindul. Hatalmas kombinációk. Majd beáll is flippel a sarokba, és a forearm. Majd a bulldog megvan Mavericktől. Ezek most Maverick pillanatai. Érteti is a közönséget a gyíkember, majd pedig ez már nincsen meg. A pár Rufus a személyben nyom Mavericknek. Undorító taktika Rufustól, viszont meg már ezt jól megszokhattuk. És a spin a Rufus, félelmet a spin a Rufus. Csak ezt ne, és még egy ilyen sallert is oda tesz, és még egy taposást is be tud vinni, és most pedig folytogatja a gyíkember Rufus Goldfeet. És egy csop, Maverick a sarokba esik. Újabb csop Rufus Goldfeet-től. És az elbow drop. Nézzük, most Rufus ismételten a sarokba küldi Mavericket, és ezt már jól ismerjük Rufus-tól. Hát egyelőre az Etalon most így át tudta venni az irányítást. Az imént sarokba folytogatta Mavericket a térdével, de ez csak egyet ért. Lássuk. Most pedig Rufus. El is flip. És hatalmas térdes a has szekcióra. Rufus Goldfeet ünnepeltette is magát. Majd pedig takedown, és a lábra megy.
Rufus, de már visszament a mellkastályékra, és most pedig ünnepelteti magát ismételten az etalon. Hoppá, de most nincsen meg. Jön vissza Maverick, vissza tud esetleg, nem? Egyelőre nem. Megvan az a gátpáncsa, és az orrát támadja most Rufus. Majd pedig hatalmas taposás a torkúra gyakorlatilag, a fej hátuljára, és ez a taposás megvolt Rufusztól, most pedig készül valamire. Ajaj, ezt ismerjük is, ez az aranyláb DDT, bent van! Bent van! Rufus tussra megy! Ne így legyen vége! És nem így lett vége. Maverick kirúgott. Kettőnél. Hát akkor Rufus pedig valószínűleg az aranyláb szuperkikre készülne. Nem. Egy csopra mendál, azt is elhajolja Maverick. És egy punch, majd pedig... Ó, oh, megvan a backstabber! A Jacobernek megvan a backstabber. Egy! Kettő! Nem! Rufus az utolsó pillanatban kirúg. Most a Jacobber nagyon érzi. Ha be tudja vinni a Maverick driver vagy esetleg a Frog Splash-t, akkor ez megvan. Most egyenlőre kombinációt visz be, és vippeli Rufus Whip Reverse. Hoppá, Maverick-től micsoda... Micsoda atletikai képességek, majd ugye megvan a front drop kick is. Hoppá, de most Iva Kolaszki avatkozik bele a mérkőzésbe. És amíg Maverick vele foglalkozik, Rufus összeszedi magát, és aranyláb szuperkick Rufus Golfittől. Tussa megy Rufus, ne így, ne így. Három. Rufus Goldfeet továbbra is a táska tulajdonosa. Hát azt kell mondanom, hogy egy újabb győzelem, amihez Iva Kolaszki járult hozzá erőteljesen. De hát attól még Rufus a táska tulajdonosa továbbra is. Itt van az aranyláb DDT, vagy hát inkább arany DDT. Itt pedig a backstabből, itt egy pillanatra elhittem, a Mavericknak meg lehet a táska, de hát nem, és hát akkor itt pedig már az aranyláb szuper kicket láthattuk Rufusztól, ami bizony hármat ért. Tehát a mérkőzés győztese és továbbra is táska tulajdonos nem más, mint Rufus Goldfeet. Nos hát akkor a második mérkőzésünknek nem lesz ugyan tétje, de egy rangadó bizony. Hiszen Tihanyi Péter az első részevője ennek a mérkőzésnek. Itt a tűzvonalon, ebben az alternatív univerzumban. Ugye Tihanyi Péter itt ebben az univerzumban korábbi Revolution és korábbi HCV bajnok. Tehát nem mással kell most a forradalomnak gyakorlatilag szembenéznie, mint sem azzal az emberrel, aki ugye a Rumble győztese volt, és így a vérső emberen fogja kiírni László Árpádot a HCV bajnoki övéért. És hát ugye ez az ember nem más, mint Zafar Amin. Zahara alfája érkezik is. Ugyebár Zafar volt az az ember, aki kijelölte a HCV bajnoknak a mai ellenfelét, ugye a HCV övért, és hát ő X-ment. Axel T-shirt jelölt, aki egy korábbi WWE Superstar jelölt ki, neki Zafar Amin. De hát most ez most Zafar Amin mérkőzése, ami pedig Tihanyi Péter ellen lesz, egy normál szabályrendszerben zajló mérkőzés. Ők már korábban megmérkőztek, ha jól emlékszem, akkor Tihanyi Péter lett annak a mérkőzésnek a győztese.
De hát ugye... A nagy úr azóta már kissé megváltozott. Nos hát akkor lássuk ezt a mérkőzést. Ó, Zafár vitte volna be az első ütés, de helyett igen, Tihanyi Péter egy csoppal válaszolt neki, majd egy kombinációval, egy ütésrugás kombinációval, majd egy meteora a sarokban. Tehát eddig Tihanyi Péter kezd jobban, és most a moonsault megvan. Egy, de csak egyig jutott el. Tihanyi Péter. Hoppá, most viszont a Snapmer Zafartal, és a dropkick a tarkóra. Nagyon érzékeny pont, az bizony, de Peti ettől függetlenül meg próbál visszajönni. Most a sarokba vippeli Zafart. Hoppá, de most Zafar azonnal ki tud jönni, és bizony az megvan. És elkezdi azonnal a földön csépelni Tihanyi Pétert. A nagy úr. Bizony ez is megvan. Most pedig gúnyos taposások Zafartól, a szokásos Zafar, amit láthatjuk. Ó, de most Péter. Vissza tud jönni, nem. Nagy úrtól! A fejrugás megvan. Egy, de csak egyig jutott. Majd Zafar most semmiben egy Germanre megy rá, de ez is csak egyet ér. Ez is csak egyet ér. A nagy úr azt mutatja, hogy egyből már itt vége is lesz. Nézzük, mire készül. Nem tudjuk, mert Tihanyi Péter egy csoppal válaszolt. Majd egy hurikán rána Pétertől. Illetve most vippeli be a sarokba. A nagy úrt. És jön. Tihanyi Péter óriási rugásokkal operál. Majd a dropkick a sarokban ülő Zafarnak. Tihanyi Péter ünnepelteti magát. Majd mire készül. Olyan Skywalkerre megy, de nem, Zafar kontráz, és megvan a Power Slam Zafar a mintól, a nagy úrtól. Lássuk, mivel fogja ezt folytatni. Felkapja Tihanyi Péter, megvan a Zafar átka. Tusra megy a nagy úr, egy, kettő, nem. Nem, ez bizony csak kettő volt. Tihanyi Péter kirúgott, azért mégis a korábbi HCV bajnokról, HCV és Revolution bajnokról beszélünk. Most Péter azonban ismételten jönne vissza. Zafar nem hagyja neki, egyelőre újabb rugás a nagy úrtól, és ünnepelteti Zafar magát. Ó, de most Pétertől a kicktörögát megvan, és most, de viszont a Zafar hárítja, és most tőle a kicktörögát, és az egyet jelent, olyaj, Sahara Driver bent van a Sahara Driver. Zafar Amin tussa megy. 2-3. Zafar Amin pinnelte a korábbi Revolution és HCV bajnokot itt ebben az univerzumban. Ez egy hatalmas skalp Zafar számára, hiszen ugye ő még egyéniben nem sok meccset nyert. Hát ez egy nem kis skalp volt gyakorlatilag a Sahara Alfája számára. Hatalmas győzelem Tihanyi Péter a végsőkig harcolt át a Sahara Driver után. Már nem tudott mit kezdeni a helyzettel. És hát a nagy úr lett a mérkőzés győztese, aki ugye a véres emberen fogja kihívni László Árpádot, a HCV bajnokot. Tehát ugye még egyszer a mérkőzés győztese nem más, mint Zafar Amin.
És akkor most továbbra sem megy semmilyen tétért a mérkőzés, de attól még hát mérkőzés. Tristan Archer érkezik a ringbe, Európa egyik, ha nem a legjobbja érkezik is. Ugye ő még valamelyik korábbi undergroundon Szalai Zoltánnal vívott egy mérkőzés, amiben alul maradt. De hát most ugyanezt a párosítás itt van a tűzvonalon. Tehát ugye Tristan Archer a francia forradalomnak nem lesz más az ellenfele, mint a korábbi HCV bajnok Szalai Zoltán itt ebben az univerzumban. Ugye tőle vette el László Árpád az övet, majd a visszavágóján is megverte László Árpád Szalai Zoltánt. És akkor most érkezik a ringbe Szalai Zoltán. Új hacukája van Zozinak, ahogyan látom. És azt is láttam, hogy az egója az nem változott bizony. Ugye az utolsó emberig óta szerintem most látszik őt először, de nem vagyok benne biztos. Ugye az utolsó emberigen volt a visszavágója a HCV övén László Árpád ellen, de hát ugye azt is elbukta, mint már mondottam. Szalai azt állítja magára, hogy egy másik szintet képvisel. Lássuk, hogy Európa egyik, hanem a legjobbja ellen hol is van ez a másik szint. Korábban már le tudta győzni Tristan Archert az egyik undergroundon. Lássuk, hogy ugyanezt meg tudja ismételni. Ez a bizonyos saját bevallása szerint másik szintet képviselő ember. Elindul a mérkőzés, mind a kettőjük nagy embernek számít. De az erejük egyelőre ugyanakkora. Na hát akkor most Zoli próbálja meg ismételten. Ha nem jött be, hát akkor inkább marad az ököl, de most Archer jön vissza. Zozitod a gúnyos pofon. Hát erre Archer földre viszi Zozit. Archer az első ember, aki földre tudta vinni Zozit ebben a mérkőzésben. Zozi Archer személyébe nyúl, majd elkezdi csépelni. Hatalmas backbreakerök, és el is hajítja. Zozi ünnepelteti magát. Most vagyunk itt például a sarokba Archert, és szuper gúnyos Szalai Zoltán, ahogy már megszokhattuk tőle. De most Tristan Archer jön vissza, legalábbis próbálna, mert ma Zozi felkapja és hatalmas body slam. Zozi mutatja az erejét sarokba vippeli Tristan Archert, és megvan az uppercut. A sarokban túl sem megy, de csak egy jutott el Szalai Zoltán. Majd pedig a térdes. Archernek ismételten tus helyzet. De ezt azért nem várhatja meg, nem várhatja el Zozi, hogy ettől a tus helyzettől egynél tovább lemaradjon Archer. Hát akkor elkezdi csépelni, majd pedig, ajjaj. Úristenem, hogy milyen könnyedén hajítja el Zozi Tristan Archert. Félelmetes az ereje Zozinak, de most Archer próbál visszajönni, ugye Archer tapasztaltabb. Most ez ugye Európa egyik legjobb birkózójára beszélők, és most a földre tudja vinni Zozit. Ismételten. Archernek itt a lehetőség. Mutatja is Archer. De most Zozi. Visszavág és ismételten földre viszi most Archert, és ismételten a terdes.
És most hatalmas, hát nem hatalmas, inkább gyors és sok ütés érkezik Archer fejére és a térdes Archer karjára. Áú, de most Archer próbálna visszajönni, de egyszerűen Szalai nem hagyja neki, és most Backbreaker, ír Backbreaker. Megvan Szalaitól, 1-2, nem! Szalainak ez az egyik legveszélyesebb mozdulata, de ebből kijött Tristan Archer. Hát akkor most a Popás Spymasterre készülne Zoltán, bent lesz-e? Nincs bent! Nincsen bent, és most Archertől megvan! Megvan az Exploder! Tussa megy! 1-2, nem! Ez pedig Tristan Archer egyik legveszélyesebb mozdulata volt, de ebből Szalai Zoltán bizony kijött. Akkor most Tristan Archer készül befejezni ezt a mérkőzést, sikerül-e neki? Nem. Zoltán lejön. És most pedig Vipeli a sarkába. Vagy a Vipeli sarokba, és most a close line Zozitól. És most csépeli a földön fekvő Tristan Archert. És akkor most Zozi készül valamire. Valamire Papa Spymasterre menne ismét, de ismételten nincsen meg. Tristan lejön. És most kapja föl Zozit, úristenem. Megvan. Megvan Archertől a befejező mozdulat. 1-2-3, ez bizony hármat ért. Tristan Archer végül felül tudott kerekedni Szalai Zoltánon. Mekkora mérkőzés ez? Vagy hát inkább volt ez. A francia forradalom Európa egyik legjobbja győzelmet aratott. A korábbi HCV bajnok felett. Tehát a mérkőzés győztese Tristan Archer. Nos hát akkor most végre egy tét mérkőzés, ugye ez itt most a HCV Tag Team bajnoki övekért fog menni ez a mérkőzés. Érkeznek hát a kihívók, a Budapest Bastards, Szabó Tamás Nitro és Stuttgart Dávid Renegade. Egy undergroundon már meg tudták verni a Gulyás tesókat egy meglepi rolláppal, ami ugye váratlanul érte Vilmost, Ösi pedig nem is tudott bejönni a ringbe. És hát ugye úgy verték meg a gulyásokat, a Budapest Bastards. De hát az egy non-title mérkőzés, tehát ez nem az övért megy, de ez a mérkőzés már az övért megy. És érkezik a tag team bajnokok. Hogy érkeznek a tag team bajnokok, a gulyás testvérek, Vilmos és Öcsi, a repülő szarvasmarha és a falu bikája. Öcsi és Vilmos egyenlőre megállíthatatlan néz. Megállíthatatlannak néz ki ebben a tag team divízióban, a tag team divízió csúcsán. HCV csapatbajnoki övekért megy ez a mérkőzés. Ugye bár ugye kihívók Renegade és Nitro, a Budapest Bastards, míg a bajnokok Gulyás, Öcsi és Gulyás, Vilmos a Gulyás testvérek. A bíró magadba is tartja az öveket. Az egyik oldalon Szabó Tamás Nitro, a másik oldalon pedig Gulyás, Öcsi kezd.
elindul a mérkőzés. Egymás előtt áll csapat két tagja, és most Öcsi kezdi el ütlegelni Nitro, de most Nitro jönne, de egyszerűen Öcsi nem hagyja neki, és hatalmas, hatalmas forrál, Nitro meg is inog, hát akkor inkább beváltja a nagyobb embert, ilyenkor volt a fordulópont, de most Öcsi nem hagyja egyelőre, de most ez abban Renegéd le tudja vinni Öcsit, és most, úristenem, a térdes, tussa megy. De egyelőtt kirúg ebből még Göcsi, mert jöttek volna be Vilmos és Nitro is. Úgy néz ki, ismételten ez lesz itt a fordulópont, hogy ahogy bejött Renegéd, Göcsi a földön kötött ki, ismét a térdes, Göcsi ismét a földön. Egy elbow drop most Renegédtől. Taposások a karra. Renegéd gyakorlatilag minden végtagot támad. Ezt akartam kihozni ebből a mondatból, nem sikerült. Most a jebek sarokban lévő Öcsinek Renegédtől. Ugye Kruszán is megvolt. Most pedig mire készül Renegéd, vippede a saját sarkukba gulyás Öcsit. És jön be Szabó Tamás Nitro. Az első váltás a mérkőzésen megtörtént a Budapest Bastards részéről. Most pedig Nitro a Russian Leg Sweep-el operál, és még utána is ütésekkel jutalmazza Gulyás Öcsit, a falu bikáját, majd bordára mért rugások, és forrálom is ott van. Egy elbódra. Nitro ebből hármat szokott, már eddig kettő megvan. Harmadik megvan. Tussa meg Nitro. De csak egyig jutott el. Ezzel is a Budapest Bastards, most pedig fejre mért rugások, taposások, úgyhogy gúnyosan, de ezt megszokhattuk már a Budapest Bastards-től, hogyha valakik, akkor ők gúnyosak. Egy csípődobással tudod most operálni Nitro. Kiváló birkózó Szabó Tamás Nitro, de most azonban Öcsi jönne vissza, és megvan, fel le tudta vinni Nitrót. Jön be a repülő szarvasmarha Gulyás Vilmos, Öcsi bátyja, és fel le tudja vinni Nitrót másodjára is. Most pedig mire készül? Ojaj, megvan a hiptosz Vilmostól. Majd pedig vippeli a sarokba, igen. Majd át a másikba, és... Ojaj. Ó, kilepítja ott bizony Szabó Tamást. Majd pedig... Ojaj, átbújik ott, és neckbreaker. Megvan. Tussra megy most, Vilmos. Egy. De csak egyig jutottak, közben pedig Öcsi leüti Renegédet. A flying shoulder tackle volt az, ha jól láttam. Nitro a sarkukba. Jön vissza Öcsi. A gut kick meg is van. Majd a clothesline is. És akkor most Öcsi készülne valami nagyra. Ó, hiptaszt tőle is. És most! Öcsi készül valamire. Ó, Spear megvan! Spear megvan! A semmiből egy, kettő! Nem, Nitro kirúg, és Renegéd is ott lett volna, hogy megmentse a napot. Pont visszaért. És most Nitro-tól a kicktől a gát. Megvan a punch. Nem, az már nincsen meg. De újabb páncs, még egy páncs, és csoppok, páncsok kombinációja gyakorlatilag. Öcsi a sarokba esik, és most Szabó Tamás Nitro a lábra támad, jön is, és a kötelek által csapdába zárt lábra. Miért? Támadás bizony bent van. Közben jön be Renegéd, de jön be Vilmos is. Öcsi elérte
Wilmort, és Wilmos a running shoulder tackle-ökkel taszítja le Turger Dávid renegédet. Ó, és a close line-a sorokban bizony megvan a taposás. Most pedig Wilmos mászik a középső kötérre. Ajaj, és megvan a flying Wilmos cross balé. Oh my god, meg lehet a Gulyásiknak, egy, kettő, de nem, Nitro megmenti, hát igen, hiszen öcsi ki van ütve, olyan sokat kapott már ezen a mérkőzésen. Pedig lehetséges, meg lett volna ez most a Gulyásoknak, de most Renegil hárít, és jön most tőle a ütés és csop kombináció. Nem, de nem. És a forearm. Tussa megy Wilmos. Egy, kettő. Nájtó töri meg. De szerintem ebből még Renegil is ki tudott volna rúgni. Most öcsi viszi ki Nitrót, és ott kezdik el csépelni egymást. Hoppá! Egy veszkúl kik Renegil-től. Abból Wilmos valami feláll, és most már még egy, ez már Bicycle-ből. Kettő. És öcsi eléri, ne... Mi? Nem éri el, öcsi! Mégse éri el! A Bastard nyert? Bastard az új bajnok? Az nem sokon múlt, de a bíró legongatta. Replay-ek hada. És igen, a Budapest Bastard az új Tag Team bajnokai a HCV-nek. Wow, öcsi éppen, hogy nem ért el. Hát akkor a mérkőzés győztese így hát a Budapest Bastard. Nos, és akkor most innentől már csak tétmérkőzések fognak következni. Most például a Revolution öv fog megvédése kerülni, normál szabályrendszerben zajló mérkőzés. És érkezik is a kihívó. Az első számú kihívó, ráadásul BT, aki egyébként korábbi Revolution bajnok volt itt ebben az univerzumban. És hát még azt hiszem, talán a dicsőség napján szerezte meg az első számú kihívó jogot BT. Csak hát ugye az utolsó ember, igen. Egy triple threat mérkőzés volt ugye a Revolution nevért, ezért BT még ismételten beválthatta ezt az első számú kihívói jogot Antal ellen. Ugye, hős Antal, aki ebben az univerzumban a Revolution bajnok és a rekord ideig övet tartó Revolution bajnok. Hős Antal érkezik is. A legbiztosabb tipp. A foci huligán. A stadionok lelátójának fene gyereke. A Békés Csabai fene gyerek. És még sok más ilyen neve van Antalnak, ilyen beceneve. De egy biztos, hogy ő az eddigi legdominánsabb Revolution bajnok itt ebben az univerzumban. Antal a ringben, és hát ugye ezért a Revolution bajnoki övért fog menni. Ez az övmérkőzés normál szabályrendszerben természetesen, tehát igen, a kihívó a BT. És a bajnok Hős Antal.
Kettőjük rivalizálása már hosszú idő óta tart. És sok idő óta tart. Nos hát, akkor el is indul ez a Revolution övmérkőzés BT. Már középre ő bizony egy övmeccset akar, de Antal! Inkább ne kirohan! És benyalja BT ezt a csizmát, és most le is küldi Hős Antal ezzel a hatalmas lariattal a mérkőzés első perceiben, első másodperceiben, de most BT tud visszajönni. Ez a kombináció most megvan BT-nek. Vippeli Antalt a sarokba, megvan a csop. És ez már Vintage BT, öjj, megvan. A dropkick, BT ünnepelteti magát. És hát, a kihívó lazán kezeli, megvannak a jabek. És az egyéb ütések, majd pedig, hoppá! A backbreaker. BT most nagyon érzi egyenlőre ezt a mérkőzést. Egyelőre azt kell mondanom, hogy meglepően bajban van a Revolution bajnok. Hoppá, de most Antal hárít, és Antal kimegy a ringből. Mit tervez ott vajon Antal? Antal elhagyja a mérkőzést? Igen, hát ugye kiszámolással nem terel gazdát az övet. Nem, BT megy Antal utána, ha jól látom, és bizony megjutalmazza az Enziguri-val. Ha jól látom, Antal trükközni akart. Törve, vagy csapdába akarta csalni BT-t, de ez nem jött neki össze. Ez nem jött neki össze. Ó, de most Antal, oj. Ez most megvan. És, ó, bele. Bele a fa. A szolid fa lépcső. Be, majd a barikádba. És most Antal mire készül? Ajjaj, ajjaj. Ó. Azt a mindenit. Hatnál jár a bíró. Antal pedig visszamegy és ünnepelteti magát. Hétnél. BT visszajön. Tehát Antal gyakorlatilag ezt az előnyt nagyon jól ki tudta használni. Hát a bíró pedig látott valamit a földön, vagy én nem tudom. Túl sem megy most Antal. A Klószány után a sarokban. Most pedig a bordára mért rugások Antaltól, és megvan az a forearm is. Taposások, kegyesen taposások Hős Antaltól. Majd pedig hatalmas térdes Hős Antaltól. Nem lepődnék meg, ha K.O. lenne, de nem. Nem lett K.O., inkább egy egyénél való kirúgás lett ebből. Most akkor Antal vippeli ismét BT-t és a shoulder tackle. Antal a nagyobb termetű. Ezt meg kell hagyni természetesen. Áó! Antal gyakorlatilag dühöng. És ünnepelteti magát. Kombináció Antaltól. És most a szemébe nyúl szerintem, ha jól láttam Antal BT-nek. És ez is megvan. A térdes is megvan. Majd pedig újabb taposásokkal jutalmazza a BT-t Hős Antal. És most Antal taposásos sorozatával egyébként konstantan ünnepelteti magát, és most
Hát Antal kézűvel befejezi ezt a mérkőzést, fel is kapja Bélyét, ezt már láthattuk tőle, sokszor megvan. Túlsó megy Antal. Nem! BT kirúg az utolsó pillanatban, Antal sem érzi, hogy hogyan történetett ez. Na de hát akkor most pedig a lengőre készül hős Antal. Lengőre készül hős Antal. Ó! Hát akkor inkább nem is a lengőre ment, pedig én már azt hittem. Közben BT most vissza tud talán jönni. És most Saito BT-től BT visszajött a mérkőzésbe. És most BT ugyanezzel az arroganciával. Ó, megvan, ez bizony megvan. Majd a pelé kick a karra, hősont a karjára. Most pedig a térdesek. BT gyakorlatilag megállíthatatlan, de most azonban Antal talán megállítani készülne BT, de egyszerűen nem lehet. Újabb kombináció, kapja fel a vállaira BT hős Antalt, és ez most megvan. Megvan a Samoan Driver, de csak kettő jutott el. Nos, hát akkor BT készül valami nagyra, nem tudjuk meg mi az. Lengő a semmiből. Itt a vége. Nem! BT kirúgott a lengőből. Hát nem sok ember mondhatja el magáról ezt. Sőt, talán egy se. Akkor Antal most... Most mi csinál Antal? Egy széket vesz elő, de hát azt nem használhatja. Ó! Oh! DQ-val a BT nyert! De DQ-val nem cserél gazdát az öv! DQ-val nem nyeri meg BT az övet, de a mérkőzés ugye megnyerte, Antalnál marad a Revolution bajnoki cím. Mekkora furfang ez Antaltól? Nos hát akkor, jöjjön most a főmérkőzésünk, ami ugye a HCV bajnoki övéért fog zajlani. És hát László Árpád a HCV bajnok ellenfelét Zafara Min jelölte ki. És érkezik is az ember, a korábbi WWE Superstar. A boltás ember gyakorlatilag. Illetve érkezik is egy Európa egyik legjobbja. Axel Tischer érkezik a ringbe. Egyenesen Németországból. Érkezik is a farkas, gyakorlatilag. Hát ha László Árpádnak volt kemény ellenfele, hozzájuk képest Axel Tischer is sokkal keményebb lesz. Tehát egy nagyon nagy mérkőzés és egy nagyon jó mérkőzése számíthatunk előzőlegesen, azt hiszem ezt így kell mondani. Axel Tischer a ringben. Majd pedig érkezik a HCV jelenleg regnáló bajnoka itt ebben az univerzumban. A magyar hős László Árpád itt is van. Ugyanolyan elhatározottsággal, ugyanolyan közönség szeretettel érkezik László Árpád, mint ahogy eddig is. Nyilvánvalóan már azért itt elkezd melegíteni ő is, hiszen ez egy nagyon nagy mérkőzés lesz. A
Lássuk tehát Axman ellen mit fog tudni kezdeni László Árpád. Mindenképpen szomorú lenne, hogyha itt Axman megnyerné a HCV bajnoki övet. Legalábbis László Árpád számára mindenképpen. De lássuk ezt a mérkőzést. Hungarian Championship Wrestling bajnoki övéért zajló mérkőzés. Először is itt van Axman, a kihívó. Korábbi WWE Superstar, ugye? Itt pedig már a HCV bajnoka, László Árpád látható, aki bizony magába is tartja azt az övet. Tehát ez egy HCV bajnoki övmeccs. Bíró magasba is tartja az övet, hogy bizony azért az övért megy ez a mérkőzés. Nos hát akkor el is indul ez a mérkőzés. Egyik oldalon Axman, másik oldalon László Árpád. Szemeznek egymásra gyakorlatilag. Nem sikerül egyikőjüknek se fogásba vinni a másikat. Eléggé meglepő, de akkor Axman elkezdi ütlegelni László, de most azonban László tudott visszajönni egészen eddig, mert Axman a jabekkel és a kombinációval most érkezik meg. Oly, az X-kick bizony megvan. És hát Axman egyenlőre dominálja ezt a mérkőzést. Oh. És most Axel Tischer keményen megszorongatja László Árpádot. Ó! Ez most nincs meg neki. Nincs meg Axmannek. És most viszont László Árpád jön a shoulder blokkokkal. És felre tudja vinni most Axmant. Új, de most jön vissza. És Tischer a Glowsang-nal vette át az irányítást. És most pedig gúnyos taposás, és elkezd ütlögelni a földön lévő László Árpádot. A chop megvan. Na most viszont jön vissza László Árpád. Legalábbis mindenképpen próbálna. Ojaj, bulldogra megy. Sikerül-e? Megvan! Megvan a bulldog. Axman nagyon fogja a fejét, ha jól látom, ott el is eredt a vére Tischernek. Ó, big boot. Nincs meg. De Axmantől viszont már annál inkább megvan tush helyzet. László Árpád kirúg. Ó, és most a személyben nyúl Axman Lászlónak. Majd uppercut a tarkóra. Uppercut a tarkóra. Most pedig nézzük. Ó, German, hatalmas German Axel Tischertől, de csak kettőig jut el. A német kolléga, Európa egyik legjobbja, dominálja egyenlőre ezt a mérkőzést. Most pedig Axel rakná fel
László a felső kötele, de László le tud onnan jönni bizony. Kombináció, földre viszi Tisert a hittődő bekkel, de most Tisert, hatalmas nyaktörő manőver, de hát ugye Róbrék volt. Gyanítom, Lászlóval is ki tudott volna belőle rúgni. Most pedig Axel től megvan ez az elbow drop. Vagy ez az elbow, nem drop, elbow, simán. Axel ünnepelteti magát. Készül valamire. Ó, vagy befejebb Riszlobba, de Lászlóval ki tud belőle jönni. És most Vippeli be. László akarta volna azt a manőver bevinni a topropról, de most Tischer az, aki ezt meg tudta bizony fordítani. Kőkeményen bizony. És most feladja el László Árpád. Hát nem lett kellemes ez a lábszorongatás Tischertől, de nem adja fel. Tischer inkább nem is próbálkozik már. Olyaj, mire készül Tischer? Nem tudjuk meg, mert László kontrált egy Saito Suplex. És László készül a Choke Slamre. Igen, Choke Slamre készül. Ó, megvan, itt lehet a vége. Nem, azonban nincs itt a vége. Közönség azt gondolja, hogy Fight Forever, azaz harcoljatok mindörökké. Akkor most László be tudja adni a Superplexet. Sikerül-e neki? Ó, kiemeli? De nem, Tischer lejön. Ó, az bizony megvan. És most Tischer befejezi mozdulatára menne, de nem, László ezt nem hagyja neki. És Attila kardja a semmiből. Tussra megy László Árpád. 1-2-3. László Árpád a mérkőzés győztese. És továbbra is HCB bajnok. Akkor a véres novemberre már borítékolható. László kontra Zafár. A HCV bajnoki övéért. Ami meccs egyébként last man standing lesz, hiszen ezt László Árpád bejelentette, hogy bizony ő akarja ezt a stipulációt. Hiszen állítása szerint annyira meg tudja majd verni Zafárt, hogy bizony az 10 számolásig lenni is marad. Tehát a mérkőzés győztese és továbbra is HCV bajnok itt a tűzvonalon, nem más, mint László Árpád! Köszi srácok, ha megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor biztosan értesülhetök a hasonló tartalmakról, illetve részt vettek szavazásokon is, valamint feltehetitek a kéréseiteket a kérdések chatszobában, és én azokat pedig egy Q&A videó keretein belül fogom nektek megválaszolni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Hello!